Bonyhádváros képviselőtestülete a 2019-es Péter Mai Jakab díjat, a legsikeresebb vállalkozásnak járó elismerést Csibi Csabának ítélte oda, aki a pénzdíjat jótékony célra adományozta. A díjra járó pénzjutalmat azt szeretném felajánlani a Dózsa utcai összefogás egyesület által üzemeltetett Együtt Egymásért Alapítvány fogyatékosok nappali intézményének. Az évértékelésen Filoni Ferenc Ibolya Banyhád polgármestere részletes elemzést adott az elmúlt esztendőben végzett munkáról. Kiemelte, több sikeres pályázatnak és a helyi adóerőnek köszönhetően a város vagyona jelentősen emelkedett. A város költségvetési főösszege megközelítette a 6,5 milliárd forintot, míg a felhalmozási kiadások a 4,5 milliárd forintot haladták meg. Több mint 66%-ot tudtuk költeni az idei költségvetésből fejlesztésre, felújításra, beruházásra. Ez a szám, ez az önkormányzat életében az elmúlt 30 év alatt a rendszerváltás óta rendkívülinek mondható és egyedüli, remélem, hogy nem az utolsó. A beszámolóban szó esett az idei évben befejeződött, a még futó és a beruházások megkezdése előtt álló, de a végrehajtható tervekről, a közösségi életről, a jelentős kulturális eseményekről és Bonyhádváros díjazottjairól egyaránt.